A ma benyújtásra kerülő adócsomagnak a legfontosabb eleme az az adórendszer egyszerűsítése. Ugye, aki munkát vállal esetleg nyugdíj mellett is, ami egyébként egy nagyjából 70 ezres kör a mai adatok alapján, tehát ezt a munkavállalást szeretnénk segíteni, és azáltal tudjuk segíteni, hogy a SZIA-n kívül, tehát a 15%-os személyi jövedelemadón kívül más közterhet nem kell fizetni a foglalkoztatás után, tehát sem a foglalkoztatónak, sem a nyugdíjas munkavállalónak nem kell egyéb közterhet fizetnie. Egy nagyon fontos elem, hogy a migrációt adópolitikai szempontból is próbáljuk meg hátráltatni. Azokat a tevékenységeket finanszírozó szervezeteket, akik a migrációt politikailag segítik, ezeket a finanszírozó szervezeteket kívánjuk egy 25%-os adóteherrel megadóztatni, azért, hogy ők is kivegyék a közterviselésből a saját részüket. Egy hosszú távú adócsökkentési folyamat következő lépéseként 19. január 1-től a tej áfa csökkentése fog folytatódni, jövő év január 1-től a tartósított tejeknek az áfaja is 5%-ra fog csökkenni. Emellett további adócsökkentés, hogy a két gyermekeseknek az adókedvezménye jövőre fog úgymond kiteljesedni, jövőre fogja elérni a 20 000 forintos mértéket, és az átutalásoknak az ösztönzése szempontjából kiemelten fontosnak tartjuk, hogy egy 20 000 forintos limitet határozunk meg, és 20 000 forintos átutalás alatt ne kelljen pénzügyi tranzakciós illetéket fizetni a bankoknak és a hitelintézeteknek.